történelmi mérkőzés előtt áll a Sepsiszék női kosárlabda csapata. Zorán Mikes együttese egy győzelemre van a történelmi bajnoki címtől. A zöldfehérek Gyulafehérváron lehetnek bajnokok, amennyiben ma este legyőzik a helyi univerzitátját csapatát. A Sepsiszék a döntőben már kétszer nyerni tudott a fehér megyeiek ellen, előbb 82-57-re, majd 64-50-re. A döntőben három győzelemig tart a két csapat közti párharc. Abban az esetben, ha a Sepsiszék ma este kikap, a következő találkozót Sepsiszentgyörgyön rendezik. Három játszmában győzött a marosvásárhelyi ESK Medicina a lugosi VSK ellen az élvonalbeli női röplabda bajnokság rájátszásában. A marosvásárhelyiek az 5.-8. helyért zajló párharcban vesznek részt. A két nyert mérkőzésig tartó párharc második találkozóját szombaton játsszák Lugoson. Simone Tempestini nyerte a brassói TESZ Rallyt. Az országos bajnok rallis ott folytatta az idei szezont, ahol a tavaly abbahagyta, vagyis a dobogó legfelső fokán. Nem történt meglepetés az idén nyitó brassói rallin, ahol Simone Tempestini gond nélkül győzött. Az egyetlen versenyző, aki megszorongatta kicsit, nem más volt, mint a brassói Dán Gürtelmann. Az erdélyi magyarok közül Keleti Edvin szerepelt a legjobban, miután megnyerték a hármas kategóriát, és összetettben is a legjobbak közt voltak. Negyedikek lettünk az összetettbe, ami egy nagyon-nagyon jó eredmény, mert az első három autó az a kettes osztályú gyorsabb autók voltak. A miénk egy ilyen Mitsubishi Lancer Evo 10-es, és ezek az új R5-ös kategória autók, ez a Ford Fiesta, Skoda Fabia, és még van Citroen DS3-as. Ez az abszolút világcsúcs kategória autó, és azokkal nem lehet igazán tartani a lépést. A román rali bajnokság legközelebb Nagyszeben környékén folytatódik, április 12-13-án.